A mai napon Kárpátaljai Megyei Tanács megtartotta első szessziónak második plenáris ülését. Ezen az ülésen két fontos napirendi pont volt, ez pedig a Megyei Tanács állandó bizottságainak létrehozása, azok elnökeinek megválasztása, illetve a Megyei Tanács elnökségének megválasztása. Az ülésen a tanácsban létrejött 8 frakció közül 5 képviseltette magát, 3 frakció képviselői nem voltak jelen. Az ülésteremben a 61 képviselő közül 42 képviselő jelent meg. Az napirendi pontban, amelyik az állandó bizottságok megválasztását jelentette, nekem volt egy olyan javaslatom, hogy mivel láttuk a benyújtott tervezetet, hogy célszerű, igazságos és demokratikus lenne, ha a legfontosabb képviselői állandó bizottságban, a költségvetési bizottságban minden frakció, így az ellenzéki frakciók is képviseltetnék magukat. Ugyanis mindenütt a világon, a demokráciában, a demokratikus berendezkedésben, így a megyei tanácsban is korábban bevett szokás, hogy a költségvetési pénzek elosztása fölött legyen az ellenzéknek kontrollja, rálátása. Ez csak úgy lehetséges, hogyha ebbe a bizottságba jelen vannak az ellenzék képviselői is. Abban a tervezetben, amit benyújtottak nekünk, a 8 párt, illetve a 8 frakció közül csak 5 volt képviselve, 3 pedig nem. Én azt javasoltam, hogy az ő képviseletüket is biztosítsuk, tehát az ő általuk delegált képviselő is legyen tagja ennek a bizottságnak. Ugyanis igazságtalanul tartom azt, hogy van 2 frakció, amelyik 3-3 képviselővel van jelen ebben a fontos bizottságban, még 3 frakció, amelyik egyel sem. Ezt a javaslatomat a testület nem fogadta el, 11-en szavaztak csak mellette, tehát a határozat nincs elfogadva, ezért a benyújtott javaslat változatlan formában lett végül is megszavazva. A mi frakciónk ezt a napirendi pontot, illetve az ebben a napirendi pontban benyújtott javaslatot, határozati javaslatot nem szavazta meg. A KMKSZ 8 képviselője 8 különböző bizottságban lesz jelen. A KMKSZ frakció delegáltja a Költségvetési Bizottságban ott lesz, ez Brenzovics László, elnökünk. A többi ellenzéki párt azonban nem lesz képviselve a Költségvetési Bizottságban. Összesen 10 állandó bizottságot hoztak létre, a korábban az előző összehívásban már létrehozott 9, és plusz még egy új 10. Ez az új 10. bizottság pedig a Kárpátalja megye regionális fejlesztésével, adminisztratív berendezkedésével és a kommunális tulajdonnal fog foglalkozni. Jó magam, ennek a bizottságnak leszek a tagja. Azon kívül a megyei tanács megszavazta az elnökség összetételét és azokat a személyeket, akik a megyei tanács elnökségébe kerülnek, ez pedig a megyei tanács elnöke, alelnökei, az állandó bizottságok elnökei és a képviselői frakcióknak az elnökei. Ezt a határozati javaslatot mi is megszavaztuk, mert ez korábban is így volt, és ez így tartjuk helyesnek. A KMKSZ továbbra is részt kíván venni a megyei tanács ülésein. Konstruktív ellenzék leszünk, ami azt jelenti, hogy mindazokat a határozati javaslatokat, amelyek Kárpát és a kárpáti magyarság érdekét fogják szolgálni, meg fogjuk szavazni, de hogyha úgy látjuk, hogy valami nem jó irányba megy, vagy pedig valami nem felel meg Kárpátai vagy a magyarság érdekeinek, akkor azokat nem szavazzuk meg, illetve aktívan fogunk beterjeszteni majd olyan javaslatokat, olyan megvitatásra javasolt kérdéseket, amelyek a megye lakosságát és a kárpátai magyarságot érintik, és amelyeknek a megoldása a megyei tanácsnak a kompetenciája.